Egyetlen napirendi pontot tárgyalt volna a Tolnai megyeszékhely közgyűlése szerdán. Azt, amit az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai néhány nappal korábban kétszer is elutasítottak, és ami lehetővé tette volna, hogy a hivatali dolgozók bére jövőre ne csökkenjen 20 vagy akár 40%-kal. Csak hogy az észtagoknak fenntartott székek most üresek maradtak, egyikőjük sem volt hajlandó ismét voksolni az ügyről, pedig a döntéstől közel 300 munkavállaló jövő évi fizetése múlott, ami így a hamarosan esedékes januári kifizetésekkor már jóval kevesebb lett volna, mint addig. A hivatali dolgozók illetmény kiegészítését a kormánypárti képviselők Zaják Rita tanácsnok és Ács Rezső polgármester igen szavazatával mégis el tudta most fogadni a közgyűlés. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondja, felháborító az Éjjel-Szekszárd viselkedése. Ez abszolút tisztességtelen a dolgozókkal szemben, ugyanis ez arról szól, hogy a hivatalban dolgozó munkavállalók a bér kiegészítésüket, az nem kevés, a felsőfokú végzettségűeknek 40%, középfokúnak 20%, ezáltal elveszítenék. A kormánypárti politikus szerint az Éjjel-Szekszárd a fizetés csökkentések megszavazásával bosszút akart állni egy néhány perccel korábban általuk kezdeményezett előterjesztés leszavazása miatt. Murvai Árpád ugyanis háromszor több pénzt akart az általa vezetett Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságnak jövőre kérni a közgyűléstől, mint eddig. A mostani 32 millió helyett 90 millió forintos keret megszavazását kezdeményezte. A többség szerint viszont nem indokolt ekkora összegű emelés, ráadásul úgy, hogy a 2022-es költségvetés még kész sincs. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsinyes, gyerekes játék volt. Én nagyon örülök neki, hogy a mai közgyűlés megtörtént, megtartottuk, és a dolgozóknak a bére januártól az eddig megszokott szinten mehet. A szekszárdi közgyűlés legközelebb 2022. januárjában ül össze.